Sziasztok! Gondoltam, csinálok egy videót a meccésről. Úgy általánosságban miért meccünk, milyen eszközöket használunk, mire kell odafigyelni, mikor kell meccést csinálni, és hát, hogy én mégis hogyan csinálom a meccést. Első lépésben itt láttok néhány meccésre alkalmatos eszközt. Van két típusú metszőolló, amit be tudok mutatni saját repertoárba. Van egy olyan metszőollóm, ami, ha látjátok, így szemből talán jobban látszódik, így rá, egy ilyen pofára rávágódik, ezt úgy is szoktam nevezni, nem biztos, hogy ez a hivatalos neve, hogy rávágó vagy pofás metszőolló, ezt így szoktam nevezni, őt nem szeretem, igazából nem is nagyon szoktam használni, nem is tudom pontosan, hogy mi lenne az ideális használati hely, ahol ilyen metszőollót kellene használni, szerintem ez nem ideális, én ezt félre is szoktam tenni. Amit szoktam használni, azt én úgy nevezem, hogy egy mellévágó olló, van egy vágó él, meg van maga a kés, és így a pofa, és hát ez a vágó kés mellé vág ennek az élnek, és sokkal élesebb, sokkal szebb vágási felületet tudunk vele elérni. Ugyebár van még egy másik típusú, egy ilyen kis hosszúkás típusú metszőollóm, én ezt csak úgy szoktam hívni, hogy bonszájolló. Tényleg ezek a nagyon kis ágakba, hogyha be kell nyúlni valahova, és csak a végéből kell kicsípni valamit, ez arra tökéletes ez az olló. Van ugyebár a nagy ágvágó olló, ez nagyobb ágak vágására szolgál, és ugyebár, hogyha végképp nem férek oda az ágvágóval, akkor van egy ilyen kis fűrészem. Fűrészben még van még, hogy 3-4 darab, de ezt szoktam meccéshez leginkább használni. Amire a meccésnél oda kell figyelni, ezeket a meccőolókat már szét is tettem, mint látszódik, megpróbálom mutatni, mint látszódik az éle, már ki is van élezve. A meccésre én azt szoktam mondani, hogy jó előre rá kell készülni, mert a meccés csak úgy adhok módon szerintem nem lehet elvégezni. Az elsőleges fontossága a meccésnél, hogy a meccőolónk az egy viszonylag tényleg éles, sőt azt mondom borotva éles legyen. Minél élesebb maga a kés része, a vágó része, annál könnyebb lesz számunkra a vágás, hisz annál könnyebben át tudja vágni a fát, a gajat, amit le akarunk vágni, és magának a fának is jó, mert annál szebb lesz a vágási felület. A vágási felületnél nem csak az él számít, az is számít, hogy ez a metszőolló mennyire steril. Én mindig vagy alkoholos kendővel át szoktam kenni, vagy mostanában viszonylag sok kézfertőtlenítő van, azzal szoktam átkenegetni az éleket. Ezt nem csak akkor teszem meg, amikor megélezem, hanem hogyha egyik fáról megyek át a másikra, akkor már akkor is lefertőtlenítem, sőt, ha egyik napról a másikra ugyanazt a fát vágom, akkor szintén leszoktam fertőtleníteni magát az eszközt, sőt, sok esetben a kezemet is ezzel egy időben. Ugyebár a metszőollók típusai közül, azt el is felejtettem mondani, van többféle metszőolló, leginkább árkategóriába különböznek, és ha amennyivel drágább metszőollót veszel, akkor bizony-bizony ez az élet sokkal tartósabb lesz. Nem csak egy, nem csak kettő fát, hanem akár több tucat fát le tudsz úgy vágni, hogy az élből semmilyen kopás nem történik. Arra is figyelnek egy drágább ollónál, mivel rengeteg ilyen mozdulatot csinálsz meccéskor, hogy itt milyen a kialakítása, a fogó része mennyire nyílik ki, sőt, tenyér méretre lehet vásárolni megfelelő meccőolókat, más az ív, arra is figyelnek, hogy itt véletlenül ödjen a csíp, mert minden. Nagyon fontos egy meccőolónál, amikor ez egy munkaeszköz. Én ezt hobbiolónak nevezem, mindegyik ollom hobbioló. Kiskertekbe tökéletes a 2-3 ezer forintos is, nekem van 8 vagy 10 fám, körülbelül van még hozzá egy fél tucat rózsabokrom, tökéletes, ennél több nem kell nekem. Ezekkel bőven meg tudom oldani a meccést, amelyiknek szükséges. Milyen, mikor szoktam mecceni? Mecceni mindig akkor szoktam, és mindenkinek azt ajánlom, amikor fagymentes az idő,
Szélcsendes idő azért ideális, mert nagy fád van, létrára kell menni, akkor bizony-bizony egy szeles időbe könnyen leesik az ember, jobb, ha ezt szélcsendes időbe csinálod. Nem kell megvárni a tavasz elejét, meg a tavasz végét, ha kellően odafigyelsz a meccésre. Azért is fontos odafigyelni a hőmérsékletre, arra, hogy én mindig azt szoktam javasolni, hogy és én ezt több éves gyakorlatban használom is, hogy én meccés előtt mindenképpen meg szoktam csinálni a lemosó permetezést egy-két héttel, akár hárommal, egy hónappal megcsinálom a lemosó permetezést, mert ezzel valamilyen szinten le tudom fertőtleníteni a fát, meg tudom óvni attól, hogyha én levágok belőle egy ágat, akkor ezen a friss seben keresztül bejussanak a fa szervezetébe olyan kórokozók, amik legyengíthetik, esetlegesen elpusztíthatják a fákat. Azért is szoktam javasolni, még ha egy kicsit pazarlónak is tűnik, hogy meccés előtt permetezzünk le, mert a gajakat, az ágakat, amiket levágunk, azokat nem kell kidobni, nem kell elégetni, hanem le kell mulcsolni. És ha lemulcsolod, akkor vissza fogod tenni a kertbe. Ha visszateszed a kertbe, akkor jó, hogyha az valamilyen szempontból, idézőjelben steril, azaz legalább egy olajos, kenes, rezes permet végigment rajta, amiben nagy valószínűséggel semmilyen kórokozót nem viszel át a kert másik pontjába, nem tudnak onnan tovább fejlődni. Ezért is szoktam mondani, hogy meccés előtt ajánlott a lemosó permetezés, és akármennyire furcsa, én utána is, hogyha van rá lehetőségem, szoktam alkalmazni. Én kiskertben gondolkodok, én körülbelül 2 deci olajos, rezes, kenes, ilyen bordói lét végül is használok, lemosó permetezésnek, ami körülbelül azt jelenti, hogy 20 liter permetet szórok ki a fáimra, bokraimra, és azzal permetezek, szerintem bőven elegendő, nem kell több. Nekem még azért nincs olyan hatalmas fám, talán a barackfáim a legnagyobbak. Az, hogy miért kell metszeni, térjünk erre a témára is, 3 fő nagy csoportra osztható. Hát a gyümölcsfáknál leginkább azért metszünk. Befolyásoljuk a fa növekedését úgy, hogy tudjuk permetezni, tudjuk minél inkább tudjuk a gyümölcshozamot befolyásolni, akár egy kicsit a fának a kiterjedését tudjuk szintén korlátozni, mind fölfelé, mind oldalra. És tényleg talán az egyik legfontosabb a gyümölcsfáknál, hogy a permetszert, ez lehet biopermetszer is, akár egy komposztea is, minél inkább, vagy egy zöld lombtrágya is, minél inkább be tudjak juttatni a fa minden egyes pontjába, hogy mindenhol érje a permetszer, ne csak úgymond a külső részét. A dísznövényeknél meg ugyebár teljes egészében a külalak, a forma, a virágzás, a virágok dúsítása, azoknak az élettartamának a növelése a cél a meccéssel, ezért is javaslom a díszfák ugyanúgy a díszfákat ugyanúgy kell metszeni, mint bármelyik, és ugyanakkor kell metszeni szinte, mint bármelyik másik gyümölcstermő növényt, díszfákat, gyümölcsfákat, gyümölcstermő bokrokat. Amit még el szoktam mondani, hogy nem kell minden egyes munkát, én szerintem tavasz egy rügyfakadásig várni, és akkor metszeni, mert higgyétek el, hogy ha akkor metszel, akkor nagyon megutálja az ember a metszést, mert egyrészt vagy az időjárás nem lesz jó, vagy kapkodni kell, mert van 8-10 fa, azért 8-10 fával azért el lehet bíbelődni egy 2-3 napot, az emberre úgy akkor rászakad a munka. Jó, én azt mondtam, hogy ha az adott évben van egy olyan decembered, van egy olyan januárod, amikor van plusz 1, 2, 3, 4, akár 5 fok is, akkor nyugodtan nekiállok metszeni, és soha nem történt semmi. A fáim mindegyiket túlélte eddig, és a legfontosabb az, hogy termést is hozott, és ez azért jó, szerintem ez azért történhetett meg, mert igenis betartom azokat a szabályokat, hogy egyrészt fertőtlenítem az eszközt, egyik fáról nem viszek át betegséget a másikra, plusz magát a sebeket, az általam okozott sebeket fertőtlenítem, és ezt majdnem kihagytam, hogy fertőtlenítem és kezelem mindig, amikor ceruza vastagságnál nagyobb ágat vágsz le, de akár a kisebbekre is, csak ez egy kicsit macerásabb, hosszabb ideig tart, fa sebkezelő gélt azt használjatok. Ez az egyik legfontosabb meccésnél használatos
gyógyszer a növénynek, ennek hatására viszonylag gyorsan begyógyulnak ezek a sebek, plusz a növény nem fog megbetegedni, hogyha ezt használod, mert nem tud innen, ebből az irányból betegségbe jutni a növény szervezetébe. Hát röviden én ennyit akartam elmondani magáról a metszésről. Tényleg ez csak egy ilyen általános kis ilyen kertcsinálás a metszéshez. Nyugodtan álljatok bele, mondom decemberben, januárban is a metszésre. Gondoljatok bele, egy nagy gyümölcsészetbe 100-200-300 fát kell csinálni, nem fognak várni vele március elejéig is megszakadni, hanem bizony-bizony ezt előbb el fogják kezdeni. Ezt ugyanúgy a kiskertbe is el lehet kezdeni, akár december-januárba. Főleg amilyen időjárások mostanában vannak, én azt mondom, hogy bőven-bőven belefér, hogy most az ember nekiáll és csinálja a metszést. Mindenkinek köszönöm, hogy megnézte, mindenkinek kívánok boldog új évet, hisz ez már az újévi videó lett, és mindenkinek jó egészséget, jó kertészkedést, sziasztok!